A mezőgazdaság több szegmensében okozott kárt a nyár végétől tapasztalt csapadékhiány. Az őszi betakarítású gabonanövények terméshozamára ugyanakkor ez épp hogy pozitívan hatott. Az Agrárminisztérium néhány héttel ezelőtti közleménye szerint a kukorica esetében az elmúlt 5 év átlagához képest országosan közel 10%-kal várható magasabb terméshozam, ez a javulás pedig megyénkben is tapasztalható. A nedvességtartalmak nagyon jók, 15-16-os kukoricákat takarítanak, meg így a szárítási költség jól csökken. Az átlagos évekhez képest a felvásárlási ár az egy ilyen 3600-3900 fölött beszélgetnek, illetve kínálgatnak, kinek milyen sikere van az értékesítésre. Ez ennél a nedvességtartalomnál nem mondható rossznak, és talán a megyére elmondható, hogy a kukorica a tavalyitól jobb termés átlagot fog hozni, ugyanis, ha visszaemlékszünk, az aratási időszakban kétszer is volt egy kisebb mennyiségű csapadék, ami a kukoricának pont akkor nagyon hiányzott. A napraforgó hozamával kapcsolatban Rácz Imre arról számolt be, megyénkben a tavalyi 2,9 tonna hektáronkénti termést sikerült meghaladni. Idén ugyanis több mint 3 tonna az átlagos érték. Hozzátette, a megmaradt, gyengébb termésen maradt felhasználatlanul. A napraforgónak a betakarítása körülbelül másfél héttel ezelőtt már be is fejeződött, úgyhogy ami esetleg kevés helyen ott látni napraforgót, az a vadaknak fog maradni télire, az már nem kerül betakarításra, ilyen mennyiség maradhatnak ott kukoricából, ugyanis minden évben elő szokott fordulni az, hogy a vadaknak ott hagynak, ami olyan területek, amiket kár lenne, vagy nem éri már meg betakarítani. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint országos viszonylatban a napraforgó termés mennyisége 1,7-1,8 millió tonnára tehető. Kukoricából tavalyhoz hasonlóan 8 millió tonnát várnak. Ami utóbbit illeti, jelenleg világviszonylatban is árubőség tapasztalható, ami miatt a kukorica felvásárlási és kereskedelmi ára is csökkenhet a közeljövőben.